azok az ukrán állampolgárok, akik Ukrajna háborús övezetét kényszerültek elhagyni, megkaphatják a belföldi menekült igazolványt. A dokumentumot a tényleges tartózkodási hely önkormányzatánál, az administratív szolgáltatás nyújtó központnál vagy a helyi tanácsnál lehet igényelni. Az okmány egy napon belül beszerezhető, ehhez a személyi igazolványt vagy a tényleges lakcímet igazoló dokumentumot kell benyújtani. Szeretném még egyszer kihangsúlyozni, hogy jelenleg csak a járási adminisztrációk és a városi végrehajtó bizottságok szociális osztályain lehet igényelni ezt az igazolást. Az administratív szolgáltatás nyújtó központoknál még nem működik a program. Egy hét múlva pontosabban a hét végére várható, és akkor bármilyen lakcímmel rendelkező menekült megkaphatja a belföldi menekült igazolványt. Ezzel elérhetővé válnak számára az egészségügyi, szociális és oktatási Надання будь-яких -e, медичних послуг, соціальних, освітніх і так далі. Ukrajna kormánya jelenleg annak lehetőségét tanulmányozza, hogy pénzügyi támogatást nyújthasson a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyeknek. Az eddig kiadott igazolások mintegy legalizálják a menekülteket az új közösségekben. A kis térségek számára egyébként már elérhető azon kommunális intézmények rezsiköltségének visszatérítése, amelyekben belföldi menekülteket szállásoltak el. Ami a magánszektort illeti, még nem dolgozták ki a magánszemélyek költségeinek visszatérítési mechanizmusát,